Vízügyi szakemberek vettek részt azon a szülésen, amit a Vízvilágnapja alkalmából rendeztek Sátoraljaújhelyben. Az ülés mottója a tiszta vizet az egészséges világért volt. Ezzel is fémjelezve azt, hogy az édesvízkészleteket megőrizzük magunknak és unokáink számára. Ugyanis a világ vízkészletének csak 2,5%-a édesvíz. Egyrészt takarékoskodnunk kell a vízzel, másrészt pedig a környezetben olyan magatartást kell folytatnunk, ami ezt garantálja hosszú távon. A felszín és a felszínötti vizek azok a táplálják és azok a forrásai a életünknek, és ez a feladatunk, hogy védjük a felszín és a felszínötti vizeket. Nagyon nagy szennyezésnek vannak kitéve a vizek, ebben ugye az emberek is közrejátszanak. Az egyik legnagyobb veszély a kibocsátott szennyvíz, ami szintén az életünknek egyik terméke. Tehát gondoskodni kell arról, hogy a szennyvízcsatornázás, a szennyvíztisztítás mindenütt megfelelő szintű legyen. Ezentúl rengeteg veszélyforrás leselkedik a felszíni és felszín alatti vizekre. Tehát tenni kell azért, hogy a vízbázisokat biztonságba helyezzük. Az Európai Unió vízkeret irányelve erre kötelez minden tagországot, hogy ezt meg is tegyék, és 2015-ig kötelezővé tették, hogy mindenki gondoskodjon a vizek jó állapotba hozásáról. Ennek megfelelően Magyarország és a többi tagországhoz hasonlóan elkészítette a vízgyűjtő gazdálkodási tervét, ami lefedi az egész országot, és ez adja meg azokat a kereteket, egy stratégiai vázlatot ad, hogy mit kell tennünk hosszú távon annak érdekében, hogy ez a víz, a hasznosítható vízkészlet, ez biztonságba kerül. A magyarországi édes vízkészlet körülbelül 200 millió ember ellátására lenne elegendő, de ettől függetlenül mindent meg kell tenni azért, hogy a vízkészlet biztonságban legyen. Borsod megyében az édesvízkészlet 65%-a sérülékeny földtani közegben fekszik. Nagyon hamar eljut a felszínről a szennyeződés ezekben a vízbázisokhoz, tehát a vízgyűjtő gazdálkodási terv meghatározza azokat a tennivalókat, amelyeket ennek érdekében tenni kell, tehát először is fel kell tárnunk, hogy hol vannak a veszélyforrások, ennek egy megfelelő monitor rendszerét ki kell alakítani, és utána pedig meghatározni, hogy mik azok a tendők, hogy a vízbázisokat biztonságban lehessen helyezni. A város polgármesterek köszöntőjében arról szólt, hogy nem csak azt a vizet kell megbecsülni, amely a csapból folyik, hanem a folyókat, tavakat, patakokat is, amely már környezetvédelmi kérdés is. Valamint kitért a víz nemzetgazdasági kérdésére is. A ivóvíz és az ivóvízbázisunk, az ivóvíz készlete Magyarországnak és Sátoraljaújhelynek, a vidéknek is egy fantasztikus érték. Ez pénzben, forintban, euróban vagy dollárban mérhető érték, amelynek az ereje folyamatosan nő. Ez egyre többet fog érni. Nem mindegy hát, hogy hogyan gazdálkodunk, hogyan sáfárkodunk mellele, hogy meg tudjuk-e őrizni magunknak, hogy ez a miénk marad-e a magyaroké, és ebből mi profitálhatunk, és a magyar emberek tiszta és jó minőségű vizet ihatnak, vagy pedig mások teszik meg ugyanezt. Az ünnepi tanácskozáson továbbiakban előadások hangzottak el a térség ivóvíz minőségét javító fejlesztésekről és eredményeikről.